Békesség néktek! Ézsajás könyve 55. fejezetének a 13. versében azt olvassuk, hogy a tövis helyén ciprus nevekedik, a bogács helyett mirtusz nevekedik, és lesz ez az úrnak dicsőségül és örök jegyül, amely el nem töröltetik. Egy nagy szederbokor mellett állok most, amely az évnek ebben a szakában már elkezdi teremni az érett gyümölcseit, nagyon finom szedreket lehet leszedni már erről a bokorról. És ezek igen ízletesek, nagyon édesek, és jó nagyra megnőnek. De nagyon vigyázni kell szederszedés közben, mert bizony nagyon könnyen meg tud szúrni ennek a tövise. Jó nagy tövisek állnak ki az oldalából, és bizony, hogyha bele akad ez az embernek a bőrébe, ruhájába, akkor nagyon kellemetlen fájdalmat fog okozni, ez a sok-sok apró hegyes tövis, de megéri mégis, mert nagyon finom a gyümölcs, évről évre visszajárunk ezekre a helyekre, megjegyezzük, hol vannak ezek a bőven termő bokrok, és erről szedjük az édes gyümölcset, gyümölcsöket, annak ellenére, hogy néha egy kicsit összeszurkálnak bennünket. Hát erről az jutott eszembe, hogy mi pontosan olyanok vagyunk, mint ez a szederbokor, hogy tele vagyunk tövisekkel. És néha jól megszurkáljuk a mi barátainkat, ami feleségünket, a mi gyermekeinket, szüleinket, családtagjainkat, szomszédainkat, polgártársainkat, megszurkáljuk a gyülekezeti testvéreinket, és néha meggyűlik velünk a bajuk, meg nekünk egymással, és így egymásba tudunk akadni, és jól meg tudjuk egymás szurkálni. De mégis az az ember, aki Jézus Krisztusban van, bele van oltva, és elkezdi teremni a Szent Szellemnek a gyümölcseit, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztusban, elkezd gyümölcsözni az ő élete, akkor noha lehetetlen, hogy valami hibát ne ejtsen, valakit óhatatlanul is meg ne sértsen, mert nem lakik a mi testünkben jó. Pálapostól is megvalja ezt, hogy nem tudunk tökéletesekké válni ebben a földi testben sajnos. De ha teremjük az Istennek a gyümölcseit, Isten országának a gyümölcseit, a megtéréshez illő gyümölcsöket, az emberek azt mondják, Néha ez a Lajos testvér olyan fáradt, olyan szórakozott, olyan butaságokat beszél, olyan sértő, de azok, amiket átveszünk tőle az Úr Jézus Krisztus nevében, amiket ad nekünk az Úr Jézus által, a Szent Szellem által, azok miatt mégis megírja az közelében tartózkodni. Hát drága testvérem, barátom, Sajnos lesznek neked tüskéid, bele fogsz akadni majd a te családtagjaidba, az emberekbe, a környezetedben, a hívőkbe is, de teremd a, a Szent Szellemnek a gyümölcseit. A tövis helyén nevekedjen ciprus, és édes gyümölcsök, és mondják azt az emberek, igen, néha egy kicsit faragatlan és durva tud lenni, néha elveszíti a fejét, de egyébként olyan édes, amikor Krisztust a Krisztust közvetíti nekünk. Legyél az, aki noha nem lehetsz tökéletessé, de Krisztusban az lehetsz, akivé az Isten újjáteremt téged. Hadd örvendezzen a te gyümölcsödnek ember és Isten. Amen.